Köszöntöm Önöket, az Egészségmentén című magazin műsorunkat látják. Az ülőmunka és egyéb mozgásszegény életmód komoly problémákhoz vezethetnek. Mai adásunkban a felnőtteket érintő nyak-hát-derék fájdalmak megoldására javasolt dinamikus manuál terápiáról, azaz a lágyrész technikáról beszélgetek Várnagy Patrícia gyógytornásszal. Tartsanak velünk! A dinamikus manuál terápia az lágyrészekkel, izmokkal dolgozik. Külön szedném a manuál terápiát, illetve a dinamikus manuál terápiát. A manuál terápia az a csontrendszerrel foglalkozik. Általában a csontkovács az egy másik, viszont az is csontrendszerrel foglalkozik, de jobban benne van a köztudatban. A manuál terápia az lassabban dolgozik, nem egy ilyen hirtelen mozdulatokkal. Aki manuál terapeutához megy, az nem mehet olyanhoz, aki nem hozzáértő, ez mint csontrendszer. És a dinamikus manuál terápia viszont nem csontrendszer, hanem izmok és kötőszövetek, lágyrészek, izompólyák, és fölötte úgy kell elképzelni az egészet, hogy az izom fölött ott van ez az izompólya, ez a bőr és az izom között van, és ahogy az izom például be van kötve, akkor a fölötte való izompólya is be lesz kötve. Mielőtt elkezdjük az egész kezelést, előtte megnézzük, hogy állnak a csigolyák, hogy áll az adott csontrendszer, mi van elcsúszva, hogy van elcsúszva, és a szimmetriára törekszünk, éppen arra, hogy ha mondjuk az adott jobb oldalon feljebb van egy lapocka, vagy feljebb van az adott medencefél, akkor azt lejjebb helyezzük, és ezt úgy csináljuk, hogy először fellazítjuk a felső réteget, ezt úgy hívják, hogy fascia, vagy másik néven izompólya, és utána pedig azt az izmot, ami elhúzza az adott csontrendszert, utána pedig azt kezeljük. Az, hogy miben segít, főleg egy ilyen szabadabb érzés lesz, mert ezek, ahogy én fel is lazítom ezt a felső izompóját, így rá van tapadva az egész csontrendszerre. Sokkal könnyedebb, szabadabb mozgása lesz az illetőnek, és egy ilyen, mint hogyha ilyen 5-10 évet fiatalodott volna. És az, hogy milyen sűrűn kell járni, vagy hogy kell elképzelni ezt, egyénre függő. Lehet, hogy heti egy, heti kettő, attól függ, hogy éppen mit látok. Amit most csinálok, az csak a felső réteg, ennek a fasciának így a felszedése. Ez kétféleképpen lehet. Az egyik az, hogy csak finoman, a pont az, hogy így elcsúszson a szövet egymáson. A másik az, amikor tulajdonképpen így felszedem magát a felső réteget. Ez nem mindenkinél jön ez fel elsőre, meg is akadhat. Van, hogy átkerül a másik oldalra, tehát hiába szedem fel a bal oldalon, a jobb oldalon is ugyanúgy feljön. Ez is azt mutatja, hogy valami probléma van ezzel a felső réteggel, mert ahol én dolgozom, ott kéne feljönni ennek a rétegnek. A terápia azonban másabb, mint egy masszázs, sokkal inkább koncentrál a problémás területekre, és annak kezelése az elsődleges cél. A masszázs önmagában az egész területet így megmasszírozza, az sokszor kellemes, és nem szedi részekre, hogy csak azt az adott területet kezeli, amivel probléma van, hanem inkább mondjuk
lehet választani egy hát, vagy egy derékmasszást, és akkor úgy azt a területet úgy mind a két oldalon így átmasszírozza. A dinamikus manuálterápia meg nem is feltétlen mind a két oldalt kezeli, hanem tényleg csak azt, amivel probléma van, és az, ami elhúzza az adott csontrendszert. Sokszor előfordul, hogy a jobb oldalon az egyik izmot kezelem, a bal oldalon pedig egy másik izmot kezelek. Tulajdonképpen, ahogy én felszedem ezt a réteget, már ez egy ilyen információ is arra, hogy hol lesz probléma, mivel hogy alatta én érzem, hogy mi az a izomcsoport, ami a problémás, vagy amivel gond lehet. Sokszor amúgy a stresszt is nagyon jól kezeli, sokkal inkább pihentebbek az emberek, tehát tényleg az ugye mostanában a stresszes életmód, és én hiszek abban, hogy egy test, egy lélek, és ezt tapasztalom a munkám során is, és aki egy ilyen kezelésre jár, sokkal könnyebben tudja venni így a stresszes akadályokat. Akár már egyetlen kezelés is eredményes lehet, akut problémák esetén a páciensen azonnal segíthet a terápia. Itt az izmokban triggerpontok is találhatók. A triggerpontok az tulajdonképpen egy ilyen feszültség az adott izomban, minden izomban jelentkezhet, abban az izomban jelentkezik, ami túl van terhelve, ami többet használ, és tulajdonképpen az összes izomban lehet ilyen triggerpont. Ezek fájdalmas pontok, ki is sugározhatnak máshova. Tehát én, ahogy nyomásra, hogy rányomok az adott területre, ott a páciens érzi, hogy máshol is sugárzik az az adott terület, és a nyomásra én ugyanakkor a nyomást adok, és a nyomásra egyre jobban csökkennek ezek a fájdalmas területek. Általában ezt 90 másodpercig tartjuk meg ezt a nyomást, hogyha előbb oldódik, akkor abba lehet hagyni. Hogyha 90 másodperc után sem oldódik, akkor utána még kétszer lehet ezt megismételni, és általában ezek azért a három nyomásra kiszoktak oldódni. Ezek a triggerpontok, ezek az izomban egy ilyen feszültség tulajdonképpen. Ezeket ki is lehet tapintani, ilyen rizsszem vagy borsószem nagyságúak, és sokszor, amit például a masszőr is megtalál, ezek az izomcsomók, ezek nem a triggerpontok, hanem ezekben lakik sokszor a triggerpont. Nem minden esetben, de nagyon sokszor ezekben az izomcsomókban van a triggerpont, és ahogy nagyon túl van terhelve az az adott izom, akkor keletkezik benne egy ilyen feszültség, egy ilyen ingerület, és tulajdonképpen az ad le más területek felé is ilyen jeleket. Ezek nyomásra oldódnak csak, és ahogy rányomok erre a triggerpontra, úgy azt a területet is fogja érezni, mint például egy egyszerű példa, egy fejfájást említettem, ott nyakizmokban meglévő triggerpont, ahogy rányomok arra a triggerpontra, azt a migrénes fejfájást fogja érezni, ami a mindennapjaiban is korlátozza, és ahogy én ezt a nyomást fenntartom, ez fokozatosan oldódik, meg is szűni, és kérdezi az illető, hogy én biztos kevésbé nyomom azt a területet, pedig a nyomást én ugyanúgy fenntartottam. És ezeket, hogyha kioldjuk, akkor utána még el kell simítani, mert ezek, hogyha nem simítjuk el, ugyanúgy vissza tudnak ugrani abba a helyzetbe, ahol eredetileg voltak, és akkor rövid időn belül megint jelentkezik ugyanaz a jellegű fájdalom.
Nagyon gyakran derékpanasszal érkeznek a páciensek, gyakori a lapocka, nyak, fejfájás. Ezek a triggerpontok, ezek olyan migrénes fejfájást is tudnak okozni, ami sokszor elviszi az adott embert egy rossz irányba, nem érti, hogy miért fáj ennyire a feje, elmegy orvoshoz, az orvos felír neki egy gyógyszert, megszűnik a fájdalma, aztán másnap vagy frontra meg visszatér, közben sokszor csak a nyakizmok triggerpontjai olyan szinten kisugároznak, hogy fejbe elviselhetetlen migrénes fejfájást okoznak. A terápia bármely korosztálynak segítségül szolgálhat, legyen szó derék, nyak, fej vagy akár végtag fájdalmakról. Sok vendégem jön úgy, hogy nagyon fáj a feje, és 1-2-3-4 alkalom után úgy jönnek, hogy nem hiszik el, megszűnt az a fejfájás, ami évek óta már jellemzi őket. Egyszerűen teljesen javul az életminőségük, már nincs olyan, vagy pontosabban olyan napok vannak, amikor már nem fáj a fejük, és ha fáj, az sem olyan erőteljesen fáj, mint előtte. Így az előnye az inkább hosszú távú, tehát az, hogy úgy belülről is azt szokták érezni, hogy valami nem oké, valami furcsa, és azt nem tudja megmondani, hogy most azért érzi, mert hogy el van csúszva az az adott rendszer. És ahogy a helyére kerül, meg azt érzi, hogy fú, most jó. És ezt hosszú távon is fennmarad ez az érzés, és sokkal terhelhetőbb, sokkal jobban veszi az akadályokat, a mindennapjaiban érzi tulajdonképpen, hogy egy minőségbeli javulás látható. Deréknél sokszor sérv jellegű panaszokkal jönnek, vagy esetleg sérve van az illetőnek, és mégis a gerinc mellett van a probléma, gerinc melletti izmoknál, vagy itt a csípőlapáton eredő izmokkal, és sokszor sebészek inkább megoperálnák azt a sérvet, felvágnák az embert, és megoperálnák, és sokszor egy ilyen konzervatív kezeléssel egy sérves is fájdalommentesen tud élni, egyáltalán nem is lenne szükség sok esetben az operációra. Nagyon fontos, hogy egy ilyen terápia után sok folyadékot fogyasszon az illető, mivel hogy ezeket az anyagok felszabadulnak, ugye, hogy nyomásra oldódnak, és hogy minél előbb, minél gyorsabban távozzanak, ezért fontos, hogy egy terápia után sok folyadékot igyon. Egyre népszerűbb szerintem, pont azért, hogy egy nagyon pozitív tapasztalat lesz így az emberekben, és ezt tovább is adják. Tehát nagyon sokan mesélik azt, hogy mondják mondjuk a munkahelyen, vagy iskolában, és éppen ezért egyre többen jönnek hozzánk, és ők is ki akarják próbálni egy olyan, ami már 5-10 éve mondjuk fennálló derékfájás, és akkor mivel a kolléganője is mondta, hogy neki megszüntette, és már alig okoz problémát, ezért akkor ő is eljön és kipróbálja. Manuál terápiát követően javasolt rendszeresen gyújtornát végezni, hogy a gyors kezelés után tartós legyen a fájdalommentes állapot. Azt gondolom, hogy ami mindenképpen hangsúlyos, az a gerinc melletti stabilizáló izmok, törzsizmok, hogy az egy erős, stabil tartó szerkezetet kapjanak. És attól függ, hogy ugye mivel jött, hogyha mondjuk egy
nyaki probléma vagy fejfájás, akkor inkább a lapockazárók, az egyenes testtartás, a válnak a helyes helyzete, hogyha derékpanasszal jött, akkor kezdem főleg a törzs stabilizálókat megerősíteni, nyújtani, és akkor fokozatosan bővítjük a gyógytornát is, hogy tetőtől talpig egy megfelelő erősséget kapjon az illető. A gyógytorna mellett azonban nem javasolt egyéb sportot végezni, mert egy aszimmetrikus testtartást követelő tevékenység sokat ronthat a kezelés eredményén. Amennyiben, ha valaki rendszeresen és sokat sportol, javasolt csökkenteni a mozgás óraszámát és intenzitását, amíg a szakember nem rendelkezik a gyógykezelés végéről. A legpozitívabb terápia végén az, hogyha mielőtt elkezdtük volna a kezelést, láttam, hogy az adott csontrendszer nem szimmetrikus, és a terápia végén, meg ahogy ellenőrzöm, abszolút szimmetriába kerül. És ő is szabadabbnak érzi magát, már belülről azt érzi, hogy fú, felszabadultam, ez a legsikeresebb terápia, amikor én azt mondom, hogy na, ez most tényleg gyorsan is hatott, jó is volt, és ugye a legjobb. A manuál terápia tehát segíthet a fej, nyak és hátfájások esetén, de fontos, hogy időben forduljunk a szakemberhez, ezáltal megelőzve egyéb egészségügyi problémák kialakulását. Véget ért mai műsorunk, köszönöm megtisztelő figyelmüket, egy hét múlva újabb témával jelentkezünk, addig is vigyázzanak egészségükre, viszontlátásra!